Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket! Az alábbi videóban szeretnék egy picikét mesélni az MRCC4C harmadik szezonjának, B-ligájának mezőnyéről, hogy egy picikét, úgymond megismerjük a mezőnyt. A Mercedes reménykedik a megújulásban, ugyanis a jó összhangban lévő Pintér Ádám Krumpli páros szerződtették erre a szezonra. Krumplinak már futamgyőzelme is van, Pintér Ádám legjobb helye pedig eddig egy negyedik hely. A Ferrari szeretne egy szintet feljebb lépni. Természetesen az elsődleges céljuk Glory címvédése az A-ligában, de most a B sem lesz elhanyagolva az olaszoknál. Ezt a szezont az Arti Cseh párossal kezdik meg. A Red Bull. Kunárvit megtartotta a csapat, azonban mellé a szabad prédává váló Sanchót igazolták le. Mindketten állhattak már dobogón, ugyanis Kunármi legjobb eredménye egy harmadik hely Belgiumból, Sanchónak pedig egy második hely áll a neve mellett Azerbajdzsánból. Következzen a Renault, ugyanis lépnie kellett nekik valamit, miután Pintér Ádám távozott a csapatból, de a franciák végül a Tormai Gergő Végákos páros mellett döntöttek erre a szezonra. Az előző szezonban Ákos Hun révén sikerült az egyéni bajnoki cím a Haas csapatának. Céljuk ebben a szezonban is az élmezőny lehet, ugyanis Nyumáté mellé a már A-ligát is megjárt Aaront igazolták le. Erős éve lett az amerikai csapatnak. Erre a szezonra a McLaren szerződtette le a Desperado Deadly Marquico duót, akik második szezonjukat kezdik egy csapatban. Legjobb eredményük egyaránt egy harmadik hely, ugyanis Desperado Németországban, Marquico pedig Azerbajdzsánban ízlelhette meg a pezsgő ízét. Az A-ligához hasonlóan itt is elég nehéz fába vágta fejszéjét a Racing Point, ugyanis két abszolút újonccal a fedélzeten, Bálinttal és M. Balázzsal vágnak neki ennek a szezonnak. Kíváncsian várjuk, hogy tudnak majd helytállni. Következzen az Alfa Romeo, akik úgy tűnik, hogy szeretik a kihívásokat. Miután a második szezonban ott versenyzett a két admin, Robi és Sancho, ezúttal erre a szezonra két újoncot igazoltak, New Clover és Jackson személyében. A Toro Rossónak sikerült szerződtetnie Erikit, aki a második szezon végén tartalék volt nálunk. Csapattársa az újonc Tilling Cup lesz. És végül, de nem utolsó sorban jöjjön a Williams, ugyanis a Williamsnek is van egy nagyon komoly visszatérője, ugyanis Pac-Man az első szezon után tér vissza a liga vérkeringésébe. Csapattársa a szintén újonc Chris lesz ebben a szezonban. Tehát ezzel a 20 állandó pilótával és népes tartalékállománnyal áll ki az MRCC4C B ligája. Vasárnaponként 10 óra 15 perctől lehet majd találkozni velük a www.twitch.tv/SanchoDavidTV nevű Twitch oldalon, ugyanis ott fog menni az A-liga mellett most már a B-ligás közvetítés is vasárnaponként. Tehát akkor kezdünk. Jó szurkolást mindenkinek, és sok sikert a versenyzőknek!